A Szolnoki Színház a 68-69-es évadban már bemutatott egy őrkény darabot. A tóték annyira lenyűgözte a szerzőt, hogy megígérte, záros határidőn belül új színdarabot ír a Szigligeti Színháznak. Macska játék című kisregényét dolgoztát színművé, kétrészes tragikomédiává. A macskajáték meséjét én előttem már több ezeren elmesélték. A darab arról szól, hogy két ember szereti egymást, de akadályok lépnek föl, s a csábító harmadik, akit ez esetben Paulának hívnak, minden női varázsát latba vetve magához láncolja a férfit, és a boldog pár oltár elé lép. Ez a szerelmi háromszög csak abban különbözik elődeitől, hogy szereplői nem tizen, nem is huszon, hanem hatvan egy néhány évesek. Foglalta össze a 60-as években játszódó cselekményt a darab előszavában Örkény István. A macskajátékot játékot a tótékhoz hasonlóan az akkor alig 27 esztendős Jászberényi születésű Székely Gábor rendezte, aki 1971-től 78-ig volt a Szolnoki Teátrum főrendezője, illetve igazgatója. Az 1971. január 15-én tartott ősbemutató a Magyarországi Színházi Évad legjobban várt előadása volt, és sem a kritikusok, sem a nézők nem csalódtak. A szolnoki ősbemutatón Özvegy Orbán Nét hegedűs Ágnes alakította Gizát, a nővérét pedig Kós Olga. Paula szerepében Gyimesi Pálmát láthatta a közönség, Csermlényi Viktort pedig Bán Györgyi Károly alakította. Bár a szolnoki macskajáték országos szenzációt keltett, televíziós felvétel végül csak az 1977-es Pesti Színházban rendezett előadásról készült.